Szeretettel köszöntelek titeket, kedves gyerekek! Nagyon örülök, hogy ilyen sok-sok szép rajzot készítettetek. Meg is érdemlitek a sok-sok ajándékot, amit kaptok érte. Jó látni, hogy ilyen sok gyereket érdekel a barátság. Ügyesek vagytok! Én Dollárpapa vagyok, és most bűvészkedni fogunk egy kicsit. Figyeljetek, mert lehet, hogy így a kamerák előtt csalni fogok. Először is előveszek egy varázspálcát. Remélem mindenki jól megjegyzi a varázspálca méretét. Aztán megmutatom nektek a varázsújamat. Mindenki jól nézze meg. Veszek egy nagy levegőt, és elkezdem összenyomni a varázspálcát. Ekkora lett a varázspálca mérete. Most pedig veszek egy nagyobb levegőt, és elkezdem széthúzni az eredeti méretére. Hát, kedves gyerekek, lehet, hogy egy kicsit csaltam, de összenyomtam ezt a varázspálcát, és jövök egy következő varázslattal. A következőkben pedig kettő korongot fogunk használni. A korongoknak egy-egy oldala fehér, ha pedig megfordítom, akkor fekete. Segítségeteket fogom kérni. Mindenki a képernyő előtt nyújtsa ki a jobb kezét előre. Ezzel fogom most varázsolni, mert a fehéreket összeérintem, együtt azt fogjuk mondani, hogy csiribú, csiribá, változzon meg a színe. Aztán pedig megnézzük, gyerekek, ennek milyen színe lett? És ha megfordítom, ugye, maradt a fekete. És ennek milyen színe lett? És ha ezt megfordítom, marad a fekete. Úgyhogy most átvarázsoljuk a két fekete színt is. Nyújtsátok ki a kezeteket előre a képernyőt kellőt. Összeérintjük a két feketét. Előveszem a varázspálcámat, és azt mondjuk, hogy csiribú, csiribá, változzon meg a színe. Remélem, hogy ti is mondtátok együtt velem. És akkor most kérnék egy színt, ennek milyen színe lett? Ha megfordítom, milyen színe lett? És ennek milyen színe lett? És ha ezt megfordítom, ennek milyen színe lett? Remélem, hogy élveztétek a közös varázslást, jövök még vissza! Hát, nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, de én lassan megéheztem. Bizonyám. És hoztam magamnak egy kekszet. De nem akármilyen kekszet ám. Mert ez varázskeksz. Először is megillatozom. Nagyon finom az illata. Most pedig harapok bele egyet. Isteni az íze! Remélem, ti is szeretitek a kekszet, de most megmutatom, hogy ez a keksz varázskeksz. Azt fogom mondani, hogy csiribú, csiribá, és mire feldobom és elkapom, képzeljétek el, újra egész lesz a keksz. Szóval, segítetek nekem? Nyújtsátok ki a kezeteket előre, és mondjuk egyszer, hogy csiribú, csiribá, legyen újra egész a keksz. És jól látjátok, nem látjátok, hogy haraptam bele egyet, de nagyon fontos, ebbe a kekszbe csak egyszer lehet beleharapni, mert ha kettőt harapsz bele, akkor már eltűnik a varázsi ereje. Bizonyám, na örülök, hogy szórakoztattalak titeket, további szép napot nektek. Sziasztok!